Telt házas esemény, versek, irodalom és a Nemzeti Filharmonikusok bemutatkozása csak néhány mai műsorunk tartalmából. Köszöntöm nézőinket! Grecsó Krisztián és Beck Zoli közös pódiumestet tartott múlt héten szombaton a Faluházban. Az esten versek és dallamok hangoztak el a teltházas közönség előtt. Ebből láthatnak most egy összeállítást. Grecsó Krisztián és Beck Zoli közös zenés irodalmi pódiumestjét láthatták a vendégek január 22-én szombaton a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtárban. A Beck Grecsó esten két jó barát gitározott, énekelt, felolvasott és beszélgetett a színpadon. Mindezt a Faluház teltházas közönsége előtt. Az anyám sóhajtson, ez lett az én fiam, pedig nem hittük ezt, amikor boldogan otthon éltünk és vártunk már nagyon haza. 15 volt és még nem volt soha csaja. Nem volt még, nem volt még, nem volt még. Ez hatalmas érzés, és a Covid óta különösen óriási dolog, hogy nagyon sokan már félnek kimozdulni, és ha szabad, akkor sem mernek, és azt mondják, hogy hát nem bírnak magukkal, mert erre muszáj jönni. Nem akarom elviccelni, tényleg nagy tisztesség, na, hatalmas dolog, hogy egy irodalmi, zenés irodalmi estre ekkora érdeklődés van. Ez nagyon nagy érzés, és azt reményt is ad, hogy lám nem, tehát nem fölösleges, tehát csinálni kell. Igenis, van egy olyan réteg ma Magyarországon, aki nem akarja feladni, aki nem engedi el magát, aki azt mondja, hogy azért is nekem van egy képem a világról, és ahhoz a képhez és ízléshez válogatok valamit. Grecsó Krisztián József Attila díjas költő, író, dalszerző. Regényeit több nyelvre lefordították, forgatókönyvek és színdarabok is fűződnek a nevéhez. Dés Lászlóval és Geszti Péterrel közösen érte meg a Pál utcai fiúk musical feldolgozását. Az utóbbi években jelent meg Vera című regénye, valamint a Belefér egy pici szívbe és a Magamról többet című verses kötetei. Musztika egy halálos éve nem hallott a férje felől. Márton az orosz fogságban megtanult írni. Görbe betűivel szerelmet vallott a nejének. Meg tudta írni a lapot, ami akkor többet jelentett, mint az élet, a reményt jelentette. Azt, hogy eljut a hír, és a fiatalasszony megtudja, érdemes várnia.
Az első három évben, ha ritkán is, de jött Mártontól posta. Utána nem. Justika 370 napja nem kapott újságot a férjéről, és már magának sem vallotta be, körbe repedezett szíve körül a reménytelenség. A víz lobogott a sparheten, de nem volt ereje megmozdulni. Nézte, ahogy szaladgálnak, birkóznak a buborékok. Mindenről Márta jutott az eszébe. A forró vízről azért, mert Márton keze mindent kibírt, meg tudta fogni a forró vasalót. Valami megkísértette. Arra gondolt, hogy ha belenyúl a vízbe, ő sem fogja megégetni. És ha kibírja, az ő keze is olyan erős már, mint Mártoné, akkor él a férje, megjön. Fölemelte a kezét, a víz havosan gúnyborékolt, a gőz égette a bőrét. Nem hallotta, hogy nyikordult volna az ajtó, hogy bejött volna valaki. Nem mozdult semmi, vagy csak ő nézte annyira a vizet, hogy a gőz, mintha látható aura lenne, egészen körbefonta. Össze kéne szedni a szilvát, ezt mondta valaki. Nem köszönt, nem ugrott a nyakába. Csak állt a rongyos bakaruhájában, amiben kétszer járta meg a dont, és ezt mondta. Össze kéne szedni. Mi más lehet mondani 4 év után? Akkor öröm ez, hogy nem lehet élni benne. Nem lehet kimutatni. Ekkora boldogság nem talál magának nevetést, mosolygást. Ekkora váratlanság csak néz bele a semmibe, hallgat. Alig voltak fél éves házasok, amikor Márton kikerült a frontra. Mostanra hivatalosan már 4,5 évesek. Nem akar ilyenkor működni a torok, a nyelv, nincsenek szavak. A teremtő, hogyha sűrű, buja nyelvet adott a magyaroknak, de 4 év doni hadifogság utára nem teremtett szavakat. Ügyetlenül kerülgették egymást, Márton megfürdött, átöltözött. Nem volt mit csinálni. Végül tényleg összeszedték a szilvát. Álltak szótlanul a fortyogó fekete láva mellett. Nézték, hálásak voltak, hogy van hová nézni. Nem mondtak semmit, kavargatták a masszát, így beszélgettek. Közben lassan, nagyon lassan fölfogták, hogy van élet. Hogy újra vannak egymásnak. Azon a karácsonyon, amikor minden idők legfinomabb szilva lekvárját megkóstolták, Justika már életet hordott a szíve alatt. És most már azt sem bánom, hogy nincsen semmi. Az ég mérges volt a lány neve, az ég nem láttam mégis helyet. Kínált neki az ég alatt, a lány úgy döntött, hogy itt marad, újra hasznosul minden darab. Te is másból állsz, benned ragad, kurva sok repes pájsz vagy válogat, benned sok tahó meg sok áldozat. És most már azt sem bánom, hogy nincsen semmi úgy, ahogy elképzeltem. És most már azt sem bánom, hogy nincsen semmi úgy, ahogy elképzeltem. És most már azt sem bánom, hogy nincsen semmi. Károkodja az, semmit se ér, feldobott kő, megdoblak kenyér. Egyetlen vagy én, egyedül vagyok, te egyedül vagy, egyetlen vagyok. És most már azt sem várom, hogy nincsen semmi úgy, ahogy elképzeltem. És most már azt sem várom, hogy nincsen semmi úgy, ahogy elképzeltem. És most már azt sem várom, hogy nincsen semmi. És most már azt sem bánom, hogy nincsen semmi.
Beck Zoli az év szövegírója díjas, énekes, gitáros, dalszerző és író. A 30Y Rock együttes alapítója és frontembere, amely az elmúlt több mint 20 évben 10 nagy lemezt adott ki. Mindemellett Beck Zoli a Pécsi Tudomány Egyetem romológia tanszékének egyetemi adjunktusa. Barátjával Grecsú Krisztiánnal régóta dolgoznak együtt. A Hoztunk valamit magunkból című produkcióban saját és egymás műveit is előadja a két művész. A barátság nagyon sok mindenre jó. Barátság arra is jó, hogy két ember, akik mondjuk barátok, leüljenek egy ilyen kerthelyiségbe és megígyanak egy pohár bort. Arra is jó, hogyha valami örömük van, akkor azt felhívják azt a másikat és megosszák vele, és fordítva, ha valami bánatuk van, akkor is fel tudják hívni azt a valakit. Mi meg minek utána a alkotó emberek vagyunk, olyan értelemben, hogy legalábbis azt képzeljük, hogy a valóság javarészt az, amit megírunk, és megpróbáljuk érteni, értelmezni azt a világot, ami körülöttünk van úgy, hogy azt valamilyen újraértésben újra teremtjük, vagy másként formáljuk dalokban, vagy szövegekben, mit tudom én, és legyen ez a vers, regény, vagy novella, vagy dal. Szóval, hogy ebben az újraformálásban, vagy úgy mondom, ebből az újraformálásból a mi barátságunk se tud kimaradni. Szóval, hogy az a történet, amiben a Grecsó Krisztián fölmegy a színpadra, vagy az a történet, amiben a Beck Zoli fölmegy a színpadra, az önmagában nem lesz minőségileg különböző, ha azt együtt tesszük meg. Minőségileg akkor lesz különböző, amikor együtt lépünk színpadra, akkor azt a dialógust próbáljuk meg értelmezni, kifordítani, újrajátszani, ami közöttünk van. Mert akkor lesz ez gazdagabb, ha úgy tetszik, erőteljesebb töblete annak, mint hogy szimplán ez a két fickó a színpadon van. És talán még annyit, hogy ez szerintem nem csak esztétikai, hanem szerintem morális választás is. Jó messzire szaladok, de félelmetesen hangzik, de hogy lehessen érezni. Szóval nem esztétikai szimplán, hanem morális választás is. Mert talán a piacilag meghatározott sikert, amelyet olykor Haklinak, olykor egyébnek neveznek, azt egyszerű és nagyon vékony vonal választja el attól, amikor egy színpadon valóság történik. És mi azt akarjuk, hogy ezen a színpadon valóság történjen. Azaz ne az legyen, hogy a magunk biztonságában mozogva teszünk fel valamit a színpadra, amelyről persze tudjuk, hogy értékes vagy legalábbis érdekes lehet, de mégsem vállal valódi kockázatot, valami olyat, amit mi ketten együtt tudunk vállalni. És mi azt szeretnénk, hogyha ez az előadás, ha hoztunk valamit magunkból, abban igaz lenne a pluralis egy, hogy mi magunkból hozunk valamit, nem pedig külön-külön rakunk fel valamit a színpadra. A Beck Grecsú esten az írónál gitár volt, a zenész felolvasott és fordítva. Szerepet cseréltek, mégis önmagukat adták. A budakalászi közönség a kettejük barátságába, beszélgetéseibe is betekintést nyerhetett az este folyamán. Az ugye végtelenül fontos, hogy itt a barátság alapján hozzuk helyzetbe egymást, de milyen énünket hozzuk helyzetbe. Mind a ketten sokkal, de sokkal globálisabban gondolkodtunk arról, hogy hogyan mesélünk mi a világról. Tehát mi, ha dalban mesél Zoli, akkor is nem egyszer történetet mond. Tehát mi hogyan narrálja a világot, és ahogy ezt a világot fölfogja, és narrálja, az nagyon hasonlít arra, hogy én. Tehát mi nem billenünk ki abból, amit szoktunk csinálni. Csak egymás tükrében látszik másképp egy picit. És akkor oda állunk, hogy jobban lássék a másik, hogyha szabad így mondani. Tehát, hogy ez egy ilyen játék, nagyon sok improvizációval, sok olyan helyzettel, amikor a klasszikusokhoz csatlakozunk, nyilván ez megint mindkettőnk mániája, hogy akkor milyen hatás történeteket lehet folytatni, hogyan, mibe lehet belekapaszkodni, megnézni, mint csüngünk mi valójában. És ez így együtt. Tehát igazából mi ilyen krónikásként, vagy ha szabad ezt így mondani, azt csináljuk, amit szoktunk. Mesélünk. Vagy dalban, vagy prózában. De igazából a mese a lényeg, tehát hogy van itt valami redőzete a valóságnak, és mi ezt így megsimogatjuk. És akkor, na gyerekek, hát most ennek ilyen tapintása van. Lopott pillantásod tetten érni.
nagy vidékét, miért zúgnak a tüdőkomiszkazlai, a szóhajtások szellőlaj lüktetésé, lüktetnek fülembe náci szangjai. Tanulni kell a télből a fát, mennyi marad, Krisztián és Beck Zoli már több helyszínen fellépett közös produkcióval. A Hoztunk valamit magunkból című előadást Budakalászon most először mutatták be. A zené és irodalmi pódiumest a Magyar Kultúra Napja rendezvénysorozat részeként valósult meg. A Nemzeti Filharmonikusok zenekar a Magyar Állami Hangverseny zenekarból alakult. Most két tagjuk, Embei Isztin Zsófia és Jó Szabolcs volt stúdió vendégünk. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és szerintem kicsit beszéljünk először a hivatásotokról, hogy miért a zenei pályát és ezeket a hangszereket választottátok, amin játszotok. Akkor kezdem én. Nálunk a családban már egész kicsi koromtól kezdve jelen volt a zene, mert az apám ugyan nem zenész, de gyerekkorában hegedült, és állítólag, amikor én egész kicsi gyerek voltam, akkor néha még elő szedte otthon, de a családi legenda szerint ez nekem nem nagyon tetszett. Viszont azt észrevették, hogy érdekel a zene, meg szeretek énekelni, és arra már emlékszem, hogy óvodás koromban megkérdezte az óvónő, hogy ki szeretne járni ilyen zeneóvodába. Ez egyébként Kismaroson történt, én ott nőttem föl, és akkor én rögtön jelentkeztem, és hazamentem, és mondtam, hogy én zeneóvodába fogok járni, ennek nagyon örültek, és aztán, mivel ez egy kis falu, ott a Börzsöny lábánál, így ott ilyen összevont zeneiskola volt, a Szobi zeneiskolának voltak ilyen kihelyezett tagozatai az iskolákban, úgyhogy ott nagyon válogatni nem lehetett, én furulyázni kezdtem tanulni, meg aztán hegedülni is, és viszont a furulya tanárom, ő az operaháznak volt a klarinét művész, aki kijárt oda gyerekeket tanítani, és aztán ő próbált kapacitálni a klarinétra, de az nekem nagyon nem tetszett, meg akkoriban az nem volt szokás, hogy lányok klarinét hozzanak, ma már igen,
és akkor egészen konkrétan a szüleim rengeteget jártak koncertre, és minket is hordtak, és régen a Vácrátóti Arborétumban nyáron voltak ilyen nyáresti koncertek. És még arra is emlékszem, hogy az Állami Hangversenyzenekarnak a kamarazenekara, vagy egy kisebb zenekar játszott, aminek az utódjában én most tag vagyok, és Kovács Lórend fuvalázott, Mozart fuvala versenyt, és ez nekem nagyon tetszett, és akkor én tulajdonképpen akkor eldöntöttem, hogy akkor én fuvalázni szeretnék. Illettem én fuvalás. És Szabolcs? Igen, én makói születésű vagyok, úgyhogy egy kicsit messzebbről érkeztem. Hát engem az első pillanattól kezdve rabul ejtettek az ütőhangszerek, tehát abszolút dokumentálva vannak ezek a pillanatok, ugye csak fizikális fotó formájában, hogy egy éves koromban harangjátékot kaptam, részdobot kaptam, stb. És hát emeletes házban laktunk a második emeleten, és ugye ilyen nagyon apró foszlányok maradtak meg az embernek a kiskorából, és arra konkrétan viszont emlékszem, hogy jöttek a szomszédok mindig, és apámmal perlekedtek, hogy hát itt ez gond, hogy a gyerek ennyire szereti ütni-verni a dolgokat. No, de zeneiskolában én énekzenei tagozatos általános iskolában jártam, egy épületben volt a zeneiskolával Makón, és furujázni kezdtem el én is, másfél évet furujáztam, majd másfél évet klarinétoztam, de nem szerettem volna azt elengedni, ezt a fajta intenciómat, ezt a fajta ragaszkodást, kötődést, hogy én dobolni szeretnék, úgyhogy mellette elkezdtem dobolni. Olyannyira, hogy mondjam, kvázi kikönyörögtem ezt a dolgot, hogy Makón nem volt ütőhangszer szak a zeneiskolában, és hát most ez szerintelenül hangzik az én számból, de miattam csináltak. Tehát apám addig járt és mondta, míg végül is a Szegedi Nemzeti Színháznak az ütőhangszerese, Csizmadi a László elkezdett kijárni Makóra tanítani, és én voltam az első növendéke. Úgyhogy hát én innen indultam. És hát a Nemzeti Filharmonikusok tagjaként ugye timpani művészként, vagy... Hát igen. Mi is ez a hangszer, hogyha egy kicsit... Ez az üsdob. Nyilván muszáj egy kicsit rangsorolni. Van különbség, tehát biztos nagyon sok avatott hallgató vagy néző is nézi ezt a műsort. Úgy tudnám ezt valahogy elmagyarázni, mint mondjuk van egy duplanádas fafúvós hangszer, az oboa, illetve a fagott. Szóval körülbelül ennyi a különbség mondjuk az ütőhangszer és a timpani között. Tehát azért sok különbség van, és persze sok azonosság is. Ez egy teljesen, igazából a jelenléte nagyon más, mint az ütőhangszereknek, mert egy ütőhangszer, egy triangulum, egy cintányér, egy kisdob, egy xilofon, az általában színezi a hangzást. Éppen mondjuk a xilofon, annak lehet, hogy van egy együttemes kis, valami kis villanása egy darabban, de egy timpani az egy állandó jelenlét, és nagyon komplex, sokkal komplexebb feladat. Tehát az basszusban, harmóniában is nagyon sokat segít a zenekarnak, ritmusban, főleg a klasszikus művekben nagyon komoly ritmikus tartást adhat, és hát persze nagyon komolyan színez. Tehát csak annyi, csak még egy gondolat, nem szeretnék feleslegesen hosszan beszélni, de hogy a legnagyobb szerzők mindig a legdrámai pillanatokban használják az üsdobot. Tehát ez az a hangszer, ez egy óriási felelősség, mert ez az a hangszer még a hárfánál is halkabban tud játszani, és még egy trombita kórusnál is hangosabban tud játszani. Tehát, hogy a legdrámaibb, legfinomabb pillanatokban hagyja egyedül az üsdobot egy szerző, és a legnagyobb csúcspontokon teszi föl a koronát az üsdob. Szóval elképesztő, én személyesen is egy koncerten elképesztő, hát hogy kell ezt magyarul mondani, up and down-okat, tehát ilyen nagyon nagy hullámvölgyeket járok be. Tehát igazából mentálisan, hogyha igazán bevonódok, akkor engem nagyon kivesz egy koncert. Ugye most akkor szó esett a kezdetekről, illetve én már említettem a Nemzeti Filharmonikusokat, hogy most jelenleg hol játszotok, milyen zenekaroknak vagytok a tagjai, illetve tanítotok is? Én a Nemzeti Filharmonikus Zenekarban játszom most már több mint 20 éve. Előtte én a pályafutáson a MÁV Szimfonikus Zenekarban kezdtem, miután lediplomáztam. Nekik nagyon sokat köszönhetek, mert
tulajdonképpen ők tanítottak meg zenekari fuvarásnak lenni, mert hát az, hogyha valaki megkapja a diplomát, és jól játszik egy hangszeren, attól még nem biztos, hogy jó zenekari zenész lesz belőle, szóval ahhoz nagyon sok mindennek, sok készségnek, képességnek a szerencsés együttállása kell, hogy aztán valaki tényleg be tudjon válni egy zenekarban. És akkor 2000-ben kerültem a Nemzeti Filharmonikus Zenekarba. Én tanítani, addig tanítottam, amíg az első nagylányom meg nem született, utána nekem ez nem jött szóba, mert hát ugye a zeneiskolák, meg általában a tanítás az délután működik, és a gyerekekkel másképp nem tudtam volna megoldani az életet. Nem mondom, hogy néha nem hiányzik, tehát előfordult olyan, hogy tanítottam rövidebb, hosszabb ideig, megkértek kisebb gyereket, vagy Budakalászon elő szokott fordulni, hogy megkérnek, hogy segítsek valakinek, vagy mondjak valami véleményt, vagy próbáljak segíteni, azt mindig így szívesen teszem, de nekem ez nem vált az életem részévé, ellentétben a Szabi valaki tanít, és nagyon benne van ebben. Hát igen, én közel, hála jó Istennek, 20 éve tanulok, tanítok, mert ez egy ilyen, hogy mondjam, ez egy nagyon kölcsönös viszony a srácokkal. 2002-ben diplomáztam, és akkor ugye az utolsó évben kellett hospitálni a Zeneakadémiának a gyakorló iskolájába, Bartók Béla konzervatóriumban, ott a Nagymező utcában. És ez az akkori, hát a mostani tanár is, a Holló Aurél, aki az Amadinda ütőegyüttes, fantasztikus ütőegyüttesnek az oszlopos tagja, nagyon tetszhetett neki, ahogy én ott tanítok, mert egyből magam elé vett következő évtől. Egyből egy két hónapos szünettel kezdtem a tanításomat, mert épp az NFZ-vel, a Nemzeti Filharmonikusokkal egy két hónapos amerikai turnén voltunk, úgyhogy ez csak egy ilyen zárójeles megjegyzés. De valóban én 2003. januárjától tanítok. Tanítottam 6-7 évet a konzervatóriumban, tehát középiskolai szinten, és akkor utána tanítottam egy évet a Miskolci Főiskolán, de azzal együtt párhuzamosan a Rácz Zoltán, az Amadinda ütőegyüttes vezetője, korábbi mesterem, ő megkért, hogy legyek a tulajdonképpen ilyen tanársegédje, vagy hogy mondjam ezt a Zeneakadémián, és 2018 óta, amióta ő már nem tanít, azóta én vagyok a tanszakvezető tanára a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. És a zenekarok tagjaként jelen vagy-e még valahol? Hát a Nemzeti Filharmonikus Zenekarban vagyok ugye szólamvezető. Én azt gondolom, hogy ez akkor jó, akkor szerencsés, hogyha olyan jó zenész vagy olyan sokoldalú zenész az ember, hogyha azért időről időre elhívják. Én azt hiszem, hogy egyikünk se panaszkodhat. Jellemzően én Magyarországon nem zenekarokban játszom, hogyha máshol játszom, hanem mondjuk fesztiválokon, tehát a Kelemen Barnáék fémjelezte Fesztivál Akadémián, tagja is vagyok ennek az akadémia berkein belül alakult kis együttesnek, a FAB Ensemble-nek, Kapos Fest, mit mondjak még, Pannonhalma, tehát hogy ezeken a nagyobb magyar fesztiválokon szoktam én közreműködni kamarazenészként, illetve például most hétvégén az UMZE kamaraegyüttessel játszottuk a Bulesz Gazdátlan Kalapácsot, tehát hogy ez csak azért említem, mert ez egy óriási kihívás volt, tehát az mondjuk a 20. század egyik legkomolyabb, legnehezebb kamaradarabja. Tehát, hogy nekem ilyen felkéréseim vannak. Én zenekarban nagyon ritkán van alkalmam más zenekarban játszani. Korábban volt. Fesztivál zenekarban játszottam 2 évet, még 98 és 2000 között, és én 2000 nyarától vagyok a Nemzeti Filharmonikus Zenekar tagja. És egyébként most külföldi turnékra van lehetőség? Jártok? Hát most nem. Mostanában nem, mert nem. Hát ugye a járvány az nagyon erősen bele szólt minden zenekarnak az életébe. Hát most kilátásban van éppen, de hát valami, illetve több dolog is a Nemzeti Filharmonikus Zenekarban is, aztán, hogy az élet ezt engedi-e, hogy megvalósuljon, hát azt senki nem tudja. Tehát minket is elért ez az örökös bizonytalanság, ami mindenkinek nagyon nehéz, meg fárasztó egy idő után, hogy nem tud tervezni, és nem tudja, hogy mi lesz
kis túlzásra jövő héten. Most éppen megint ugye erősödik a járványhelyzet. Még csak oda visszakanyarodnék egy pillanatra, hogy mikor is kezdtünk mi így személyesen együtt játszani, hogy a Nemzeti Filharmonikus Zenekar is, amellett, hogy egy szimfonikus zenekar, hát nem tudom hány éve, 10-15 éve indított ilyen kamarazene bérletet, aminek próbatermi vendégség a neve, és egyébként nagyon szereti a közönségünk. Tehát a törzs közönségnek ez egy nagyon fontos esemény, mert kicsit belátnak a kulisszák mögé. Tehát például az óriási teherlifttel hozzák fel a közönséget a próbatermünkbe a foájéból, amin ugye a hangszereket szokták szállítani, ezt úgy kell képzelni, hogy én nem tudom, 30 ember belefér. Igen. És akkor látják, hogy mi hol próbálunk, hol dolgozunk, és ez eredetileg úgy indult, hogy egy évadban volt 3 koncert, ez még ugye az előző zeneigazgatón Kocsis Zoltán alatt hát kezdődött, és akkor ez úgy működött, hogy a zenészek jelentkezhettek, meg hát most is így van különböző produkciókkal, és hát nyilván névvel együtt, hogy kik azok, akik együtt szeretnek játszani, vagy tudnak együtt játszani, mert azért a kamarazene az úgy működik, hogy ott az emberek között azért muszáj, hogy legyen valamiféle hát interakció, vagy hát valamiféle jó viszony. Mert hát a zenekarban is. Zenekarban is természetesen, de a kamarazene ez még érzékenyebb műfaj ebből a szempontból. És akkor ő a beadott produkciókból összeállított 3 koncertprogramot, és mindegyiknek szokott lenni egy házigazdája, és hát ott kezdtünk mi így együtt játszani. Ez volt az egyik együttműködésünk, a másik pedig, ami egy nagyon szép dolog volt az NFZ életében, vagy 5-6 éven keresztül, hogy indítottak egy ilyen edukációs programot iskoláknak, hogy iskolák jelentkezhettek az országba bárhonnan, hogy akik befogadják ezeket a kis produkciókat, ahol 4-5 ember szokott együtt játszani, vagy egy tanóra keretében, vagy ahol sok gyereket érdekelt, ott egy tornateremben akár, vagy egy aulában, vagy valamilyen megoldható helyszínen. És akkor hát ott kezdtünk gondolkodni, hogy van 2 barátunk a zenekarban, akivel sokat játszottunk együtt, egy hegedűs kolléganőm, meg egy csellista, hogy miket lehetne játszani, és hát sokféle műsor szám kialakult, különböző korosztályokra szabva, mert hát nyilván más játszik az ember egy elsős, másodikos kisiskolásnak, és más mondjuk egy középiskolásnak, és akkor ebből lett egy elég jó kis repertoárunk, és akkor kezdtünk el aztán hát így időnként játszani nem csak gyerekkoncertet, hanem hát ilyen felnőtteknek szóló, vagy hát normál koncertet, és a Budakalászon is így játszottunk először a Faluházban, hogy így találtak meg minket, és aztán meg már nevünk is lett. Ja, de akkor ez kvartettben játszottunk. Ez egy kvartett, igen, akik néha így szoktunk együtt játszani. Igen. Azért nevetünk, mert retteltesen szeretünk enni. Na tényleg nagyon, tehát mind a 4-en. És a kvartettünk neve így Mignon kvartett lett. Utalva arra, hogy mi meg sütni is szeretünk. Igen, a két lány, ők nagyon-nagyon jól sütnek. Tehát igen, a Zsófi is, meg a Kati is, úgyhogy szerencsések vagyunk, hogy mindig sok finomság kerül elő az autóból. Én egy kicsit még visszatérnék a... mert hogy elhangzott ugye a zenei művek, zenei darabok, igen, hogy mit szerettek játszani? Ugye az evésen kívül mit szerettek játszani? Hát, ja, mondjad. Én csak annyit mondanék, hogy tehát nekem személy szerint, nekem nagyon kedves, és nagyon szeretem a szimfonikus zenekari hangzást. Tehát nem véletlen, hogy én kiskoromtól, vagy aztán amikor konzis lettem, akkor is én biztos voltam benne, hogy én zenekari fuvarás szeretnék lenni, tehát hogy én meg korom a konzi zenekarban is elég hát kiskoromtól folyamatosan játszhattam szerencsére, és én ezt nagyon kedveltem, és a mai napig, hogyha én bele tudok simulni, bele tudok helyezkedni, megtalálom a helyemet egy szimfonikus zenekari hangzásban, akár második fuvarásként, vagy a váltóhangszerem a piccolo által, akkor az engem teljesen kielégít és boldoggá tesz, szóval én ezt szeretem a legjobban. Szeretek kamarazenét játszani, de egy nagy műnek a
csapatjátékosként a része lenni, az egy nagyon jó érzés. És van olyan, amit kiemelnél? Hát ez mindig az embernek az aktuálisan játszott dolgok, a kedvencei természetesen, de hát ugye nyilván nem tudok attól elvonatkoztatni, hogy magyar vagyok, aztán nagyon erősen rányomta a bélyegét, ami 20-22 éves enebzés életünkre, Kocsis Zoltán, és az, hogy rengeteg Bartókot játszottunk. Tehát mondjuk a fából faragott Királyfit, azt kiemelném, nekem az egy személyes, nagyon nagy kedvencem, és mondjuk ott a második fuvolának is a patak jelenetben, tehát hogy például az a jelenet, annak a részese lenni, hogyha szépen megszólal, az egy nagyon nagy élmény. Hát én annyit tennék ehhez hozzá, hogy közösségben, tehát hogy egyedül, nagyon fontos az egyedüli zenélés, mert akkor, hogy mondjam, csúnya szóval edzem magam, hogy méltó legyek a közösségekhez, ahol zenélhetek, de hát közösségbe szeretek zenélni, szóval az a közösség az felőlem lehet egy duó, és lehet a Ezrek szimfóniája Mahlertől, tök mindegy, és játszhatunk István a királyt, és játszhatunk, nem tudom, Verdi ária estet, teljesen mindegy, csak közösségbe zenélhessek, tehát az, ami úgy megfog, vagy úgy magával ragad, amit úgy nagyon, nagyon szeretek. Szó esett már a Budakalászról, és hát nem titok ugye, hogy párt alkottok, hogy együtt költöztetek Budakalászra, vagy mikor és hogyan történt, illetve hát milyen budakalászinak lenni? Nem együtt költöztünk Budakalászra, az én részemről ez egy régi történet, én 20, nem is tudom már hány éve kerültem Budakalászra, mondjuk olyan 1994-5 körül, és itt születtek a gyerekeim. Én még abban az időben, hogy ezt ma már nagyon nehéz elképzelni, kerültem Budakalászra, amikor Budapest felől jövett a 11-es útról, egy kanyarodósával lehetett a József Attila utcába befordulni, tehát még csak lámpa sem volt, nem hogy felüljáró, meg nem tudom micsoda. Tehát egy teljesen más világ volt akkor Budakalász, mint most. Sokkal jobban hasonlított az én szülőhelyemre, vagy ahol fölnőttem, Kismarosra. A szempontból egy dolog mindig furcsa volt nekem, és még néha ma is furcsa, hogy fordítva folyik a Duna, de én úgy érzem, hogy otthonra találtam itt, és hogy szeretek itt élni. Ez még elérhető közelségben van Budapesthez, mert hát minket a munkánk az nagyon oda köt. Hát sajnos a MIPA az a város másik végén van, de mindenféle módon próbálunk mindig közlekedni, ahogy éppen lehet, a bicikli és a molbubi, meg a hév, meg az autó, meg a gyalog, meg a mindennek a kombinációjával. És hát az is igaz, hogy a mi munkarendünk az nem hétköznapi, tehát ugye mi nem úgy dolgozunk, hogy reggel 8-tól 4-ig, hanem periódusokban, sokszor hétvégén is, úgyhogy hát így próbálunk kreatívak lenni, de nekünk a Budakalász ez rengeteg lehetőséget ad a gyerekeknek is. Szabi most már 5 éve él itt, és az ő 3 gyerkőce is rengeteget, és hát a pandémia alatt is nagyon, nagyon jó volt, hogy lehetett sok mindent csinálni. Tehát mi sokat szeretünk túrázni, biciklizni, mindenféléket a tóban úszni. Ez egy jó hely, de mégis elérhető közelségben van a város. És hallhatunk titeket valamikor Budakalászon a közeljövőben? Szinte idén biztosan. Tehát ez valahogy úgy kezd kialakulni, hogy azért minden évben van valami rendezvény, amin tudunk közreműködni. A Faluházban biztosan lesz szerintem erre lehetőség idén is. Tavaly is volt, úgyhogy majd meglátjuk, mert mindig, főleg a pandémia alatt sok terv volt, volt sok füstbe ment koncert, ami elmaradt, volt olyan, hogy játszunk az udvaron, akkor rossz idő lett, akkor fölkerültünk az díszterembe, igen. Tehát mindig az élet is így alakítja. De valahogy csodálatosan alkalmazkodik mindig mindenki minden helyzethez, úgyhogy nem tudom, én nagyon bizakodó vagyok.
Budakalászon kívül vannak még tervek, vagy hogy, mert hogy említetted, hogy ugye nyilván most bizonytalan helyzet néha, és hogy azért koncertek, amin... Hát most éppen játszottunk Domaszéken, a Szabi... Igen, a Minyon Quartettel. Nem mesél róla, igen, ott is... Hát most épp egy nagy menetelés legvégén vagyunk, vagy hogy mondjam, szóval ahogy így kocintottunk a pezsgős pohárral, utána gyakorlatilag másnaptól beleestünk egy ilyen, persze szeretettel meg tudtuk, hogy ez lesz, minden, de most éppen egy kicsit lassulni látszik az életünk. Most épp egy Szakcsi Lakatos Béla által komponált operának a felvételére sietünk majd, vagy hát először csak próbájára innen a beszélgetésünk után a Műpába, és azt vasárnaptól kezdjük el rögzíteni egy stúdióban. És hát persze, tervek nagyon sok van, ugye az NFZ, a Nemzeti Filharmonikusok az egy stabil, rendszeres, hogy mondjam, hát nem együttzenélési lehetőség, mert a munkát azt nagyon nem szeretem erre használni, mert nem az. Szóval ott azért jellemzően nekünk van havonta egy, nem tudom, 6 koncertünk körülbelül, és hát emellett ugye nekem február 1-től indul újra a tanítás, mert most vizsgai időszak van, és ezt kicsit kiélvezem, hogy most 2-3 hétig most nem kell a Liszt Ferenc térre bejárjak, de hát az február 1-től az ismét egy nagy feladat. Hát és azt ne felejtsük, hogy májusban van ez a próbatermi vendégség. Igen. Ahol fogunk együtt játszani, igen, újból, Ötvös Péter Psi című darabját, igen, ahol ráadásul egy nemrég Budakalászra költözött kolléganőnkkel fogunk együtt játszani, Újházi Gyöngyivel. Igen, tehát 3 budakalászi. Két cselló művész, igen, és oda költöztek Szent István telepre. Úgyhogy lehet, hogy még otthon is fogunk próbálni, majd boldogítjuk a szomszédokat. Rajta kihallatszik a házból is, amikor gyakorolunk, hiába van becsukva minden. Az egy nagyon érdekes és nagyon szép feladat lesz nekem, én sosem játszottam, mert nem is az alaphangszeremen, fuvolán fogok játszani, mert nem alt fuvolán, ami ugye sokkal nagyobb és hosszabb más hangolású, és pikolón. Úgyhogy most ez egy nagy feladat, hogy ezt... Igen, és hát tulajdonképpen a kvartettel van 2 meghívásunk, még a Hubai teremben van, a 15. kerületben egy bérletsorozat, és áprilisban lesz ott egy koncertünk, ha jól emlékszem, 22-én, illetve Szentes városa hívott meg bennünket az ottani hangversenyközpontba. Ott is épp az egyeztetés zajlik a dátumról, de szerintem arra is biztos, hogy sor kerül hamarosan. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ha további kikapcsolódásra vágynak, látogassanak el most szombaton a Faluházba Dr. Varga Tibor előadására. A helyszínen az előadó új könyve is kapható lesz korlátozott számban. Köszönöm, hogy velünk tartottak. További szép hétvégét kívánok. A viszontlátásra.